Megegyem vagy ne egyem? Ezt az elnevezést kapta Antal Emese előadása, melyben az egészséges táplálkozásról, annak előnyeiről és fontosságáról hallhattak a dombóvári érdeklődők. A szakember szociológus szakmája révén több különböző kutatásban is részt vett már pályája során. Megtudtuk, a magyar lakosság 60, illetve 77%-a túlsúlyos vagy elhízott a felnőttek körében, még a kisebbeknél minden negyedik gyerek plusz kilókkal küzd. Emese hozzátette, az utóbbi 10-15 évben az egészséges életmód és vele együtt az egészséges táplálkozás előtérbe helyeződött. Egyre többen tudják, hogy ezzel a mindennapos cselekedettel, a táplálkozással befolyásolhatóak a betegségek nagy része, mint például a szív- és érrendszeri betegségek és a cukorbetegség. Ám ezzel párhuzamosan megjelentek a tévhitek is, így számos hamis információba futhatunk, ha nem figyelünk, hangsúlyozta a dietetikus. Hát vannak azért hiteles oldalak, most már azért egyre több, akár hogyha Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének a honlapjait, vagy a közösségi médiás felületeket említem, vagy a most már Nemzeti Népegészségügyi Központ oldalát, vagy a TÉT platform, vagy van egy ingyenesen használható miből mennyit egyek.hu honlap, ami azban segít, hogyha beírjuk az életkorunkat, nemünket, hány kilók vagyunk, minél részletesebben a különböző paramétereinket, akkor utána megmondja, hogy melyik élelmiszer csoportból mennyit kell fogyasztani. A szakember hozzátette, egy egészséges tányér felét a zöldségek és gyümölcsök teszik ki, 30%-át a gabonafélék, abból is, ha lehet, a teljes kiörlésű magokkal dúsított terméket válasszuk. A maradék 20% a tányéron az állati eredetű termékek helye, a húsoké, halaké és tejtermékeké. Mindezek mellett nem feledkezhetünk meg a napi 2-2,5 liter folyadék beviteléről sem. Az előadás után Antal Emese új könyvét is megismerhették az érdeklődők. Ilyen gyakorlati táplálkozási útmutatót akartam, vagy szerettem volna adni, hogyha mi van, hogyha együtt elmegyünk kirándulni, vagy mi van például a nagymamánál van szünidőben a gyerek, vagy hogyha elmegyünk egy étteremben, akkor hogy válasszunk. Különböző allergia, táplálékérzékenységre is van szó ebben a könyvben. Mintaétrendeket készítettünk, receptek vannak, tehát hogy egy komplex képet tudjunk adni a 3-tól 15 éveseknek. Az előadás jó hangulatban telt, az érdeklődők rengeteg új és hasznos információval gazdagodhattak.